estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, be kell, hogy valljam, hiszek az eleve elrendelésben, amikor Görög István, a Pákozi Katonai Emlékpark vezetője ebben az esztendőben is meginvitált az emlékparki nyár kulturális program sorozatára. Bizonyos voltam benne, hogy mint minden évben ismét találkozom valami különlegessel. Így történt ez az idén is, hiszen az emlékparki nyár keretében találkoztam azzal a kiállítással, ami arra ösztönzött, hogy meghívjam ide körünkbe Danka Attila pedagógust, a Teleki Blanka gimnázium tanárát, rajztanárát. Szervusz, köszönöm, hogy megtiszteltél. Hiszen ez a kiállítás egy csoda volt számomra. Megszokhattuk, hogy rangos alkotókat hív meg a KEMP, hiszen ez egy fontos eseménysor, az emlékparki nyár. Azért mégsem gondoltam volna, hogy csodával találkozom. Nos, erről fogunk beszélgetni, és már is onnét induljunk el, hogy amikor olvasom, hogy 1994-ben kezdtél el rajzolással foglalkozni, akkor egy kicsit kétkedem, hiszen nyilvánvaló, hogy 17 esztendősen már nem kezd el valaki, hanem sokkal inkább valamikor általános iskola környékén derül ki, hogy van érzéke és tehetsége ehhez. Köszöntöm a nézőket. Most valóban talán korábban is rajzoltam már, de komolyan, tehát igazából azzal a fajta rajzi mesterség megtanulásával, ami ugye ennek a szakmának az alapja, ezzel valóban majd csak 17 éves koromban, de viszonylag általános iskolás korodban mit rajzoltál? Az emberfi általában rajzol krikszkrakszokat, aztán vagy ábra lesz belőle, vagy sem, szívecske és így tovább, de nyilvánvaló, hogy akiben ott szunnyad a tehetség, az egy kicsit messzebb jut. Akkoriban madarakat rajzoltam elsősorban, ez a téma kötött, ugye biológia rajzszakos tanár vagyok. Nyilván ez volt a másik érdekes történet, ami, vagy érdekes tudományág, ami felé érdeklődtem. Tehát biológia és rajz, és nyilvánvaló, hogy a nyíregyházai Bessenyei György főiskolán a biológia rajzszakon végeztél, ugyanakkor ott már komolyan rajzoltál. Igyekeztem legalábbis. Hát erről tanáraim tudnának mesélni, Lukács Gábor festőművész és Szepesi Béla grafikus művész, hogy ott mennyire komolyan rajzoltam még akkor. A főiskola után igazából kezdtem el kiállítani munkákat, vagy a főiskola alatt és után, akkor szerepelek kiállításokon. Igen, de közben még folytattad a tanulmányaidat, hiszen kell, hogy beszéljünk a Debreceni Egyetemről, néprajzkutató lettél. Mi vonzott a pedagógus pálya mellett a néprajzhoz, az etnográfiához? A néprajz szakos végzettséget azt már igazából érdeklődésből csináltam. Tehát nem volt célom az, hogy ezzel hosszú távon foglalkozzam úgy az életben, mint egy néprajzkutató, bár szerettem a terepgyakorlatokat, de inkább ilyen hobbi szinten csináltam már ezt. Igen, de mi vonzott a néprajzban? Hát talán inkább a falusi élet felől próbáltam megfogni ezt a dolgot, az állattartás, a falusi építészet, tehát ezek a dolgok, amik érdekeltek, később aztán nyilván a népszokások is egyre inkább. Viszont a rajz maradt meg, hiszen amikor visszaköltöztél Szolnokra, a szülővárosodba, és az első iskoládban már is elindítottál egy olyan utat, ami azóta is működik. Tehát tanítottál, ez természetes nyilván a végzettség alapján is, de ott volt számodra egy grafikai műhely, rajzkurzusokat tartottál. Hogy sikerült mindezt megvalósítani? Volt készterved, vagy hozta az idő és az egyre magasabban kvalifikált szakmai tudás ezt? Hát, köszönöm. Általában nem annyira céltudatosan szoktam létezni, tehát kicsit hagyom sodródni a dolgokat. Egy picit ilyen, ahogy alakul, úgy lesz, tervezéssel élek. Történetileg így alakult. Milyen korú gyermekekkel foglalkoztál?
Mire lehet megtanítani egy fiatalt? Tehát egy kicsit visszaköszönt az, amit te kaptál a tanáraidtól, illetve mestereidtől? Természetesen minden nap visszaköszön. Hát egészen elsős kortól, ugye ebben az alapítványi iskolában elsős kortól tanítottam gyerekeket, és egészen főiskolai felvételére való felkészítésig, tehát 17-18 éves korig. Tehát ez már abszolút speciális feladatok halmaza, hiszen nyilvánvaló, hogy aki grafikai osztályra készül, illetve rajzszakra, a fő egyetemekre, az már egészen más felkészültséget igényel. Így van. A kisebb gyerekekben próbáljuk felébreszteni a szeretetet a szakma iránt, az idősebbekben pedig ugye fenntartani, ha úgy tetszik, illetve minél speciálisabb képzést nyújtani neki. Tehát a szunnyadó tehetségeket azért egy kicsit. Így van. Jó tanár voltál? Jó tanár vagy? Nem tudom. Tudom, hogy ezt nem magának a pedagógusnak kell megint, de azért érzi belül, hogy folyamatosan, tehát ahogy telnek múlnak az évek, hogy nyilván egyre inkább megérti azt, hogy mi kell igazából a fiataloknak, a gyermekeknek. Általában pozitív visszaigazolásokat kapok, hogy aztán jó tanár vagyok-e, hát a tanítványok döntsék el, ezt azt gondolom. No, tehát ott van Szolnokon, a szülővárosában él az ember, nagyszerű dolgokat csinál, a pedagógus munka mellett azt teheti, kiállít, hiszen országszerte akkor már számtalan kiállításon voltál túl, és egyszer csak feltűnik Székesfehérváron a helyőség történeti gyűjteményben. Ez hogy történt? Erről mesélj. 2010-et írunk, és azt hiszem, hogy ez egy rendkívül éles váltás. Nem feltétlenül. Itt igazából technikai okai voltak, illetve családi okai voltak a dolog, de akkor már annyi mindent csináltunk Szolnokon, hogy minden helyet kitöltöttem munkával, amit kitudtam, és szükség volt egyfajta váltásra. Így kerültünk Székesfehérvárra. Pályáztál Székesfehérvárra? Igen. Tulajdonképpen így és is. Bevált ez, hiszen nagyszerű dolgokat csináltatok. Nekem volt alkalmam végigkísérni, bár személyesen nem ismertük egymást, hogy egyre fejlődött, egyre javult, egyre áttekinthetőbb lett, egyre népszerűbb lett, ha úgy tetszik, a helyőség történeti gyűjtemény. Igen, sokat dolgoztunk rajta. Rangel István gyűjteményvezetővel, illetve Páliné, Perendi Ildikó és Németh Gáborné kolléganőkkel. Sokat dolgoztunk azon, bővítettük a gyűjteményt műtárgyakkal, múzeumpedagógiai feladatokat találtunk ki, rengeteg alkalmazott grafikai feladatot végeztünk, ugye kiállítások létrehozása is szerepelt ezek között, de a múzeumi munka is, tehát a műtárgyak katalogizálása és így tovább. Ez egy sokrétű... Mi vonzó számodra és vonzó, jelenleg is vonzó számodra a Magyar Honvédség múltja és a művészet között? Hogy kapcsolódik össze ez a kettő? Hát egyrészt ugye van az embernek, vagy kialakult a más nem a munkakör során egy hadtörténeti érdeklődése. Másrészt ugye egy időben mindenki volt katona, vagy egy ideig mindenki volt katona. És nagyon sok képzőművésznek vannak hadtörténeti témájuk, vagy a fronton készült rajzai, például itt Zádor Istvánt említeném. A kettő azért olyan nagyon messze nem áll egymástól, tehát össze lehet hozni a kétféle dolgot. Azt hiszem talán így. Aztán utána majd a művészetről is beszélünk. Ismét jött egy váltás, Teleki Blanka gimnázium, és azt hiszem ott rajztanárként, tehát hajlamosak vagyunk mi fehérváriak, a néhány gimnáziumot jelző szerkezete felruházni, tehát a Teleki bizonyos értelemben elitista gimnáziumnak tűnt, és oda kerültél. Milyen alapon, milyen módon választottad ezt az iskolát? Nem is annyira én választottam, mint inkább megint csak ugye történetileg így alakult. Helyesbítenék, tehát a Teleki Blanka gimnázium és általános iskolának az általános iskolai igen. részében vagyok én az egyik rajztanár.
Hát, ha lehet ilyet mondani, hogy visszahívott a szakma, már a pedagógus szakma, akkor talán valami ilyesmi módon fogalmaznék. Szeretek tanítani, jó volt a gyűjteményben is dolgozni természetesen, de azért mégiscsak ebben találtam meg inkább azt, ami a mindennapokat jobban lefedi. Ugye az otthoni munkát viszont nem hagytad abba. Én megnéztem azt a honlapodon, megszámlálhatatlan kiállítás és tárlat fűződik a nevedhez. Jellemző módon nyilván nem csak Magyarországon, hanem külföldre is eljutottak az alkotásaid. Hogy választottál magadnak stílust, és majd itt beletekintünk, hiszen linó, fametszet, képgrafika, kollázsok, festészet, alkalmazott grafika, meg annyi stílusváltás. Hogy történik ez egy művész lelkében, kezében, fejében? Hol dől el? Talán az első pozitív visszajelzéseknél. Még a főiskolán csináltam egy egészen picike tenyérnyi linómetszetet, amit a akkori grafitka tanárom, Barci Pál tanár úr azt úgy jellemzett, hogy egész jó metszőkése van. Ez a rövid mondat, azt hiszem, hogy ez határozta meg azt a hozzáállás, hogy nekem ezzel linómetszéssel, fametszéssel, tehát képgrafikával kell foglalkoznom. És utána továbbiakban is inkább ez talált tetszésre, mint az egyéb dolgok, de hát nyilván nem hagyjuk abba azt sem. Ez nyilvánvaló, itt ezért ezt megmutatom, a kezedbe adom, és akkor nézzük meg, hogy mi mire való. Ez egy linómetszet. És mit ad Isten éppen ilyen hadtörténeti témájú. Egy kicsit emeled, látni fogjuk, igen. Hát, illetve a dúc, most nyilván a nyomatat azt nem tudom bemutatni. Arról szól a technika, köszönöm, hogy az a címe egyébként, hogy a csillaggá vált huszár, tehát itt a pákoszti csata alul dúl a forgatag, és a nyilván meghalt huszár lelke repül fel az égbe, több más társával együtt. Tehát annyi a technika lényege, hogy a, nem tudom mennyire látszik, ezek ilyen V alakú profilú. Igen, majd én mutatom, azt hiszem, hogy ez így jobban látszik, és ezt is. Tehát itt van ez az alkotás, hát itt most egy kicsit sötét van neki, és itt van a, ez a V alakú szerszám. Igen, tehát mint egy kis véső, ezzel kivessük a történetet. Ugye fametszetnél, bocsánat, közben mutatom ezt is, mert itt talán jobban látszik. Fametszetnél is ugyanezt eredet, kiszedjük belőle a metszőkéssel bizonyos részeket. Ugye ez egy fametszőkés, ez egy tömörebb történet. Majd pedig felfestékezett, nyilván hengerrel felfestékezzük, ahol a kimetszettük, ott ugye fehér marad, mert nem éri a henger, nem éri a festék. Ez egy magas nyomási technika mind a kettő. És a felület ugye festékezetté lesz. Nem ez a végső műalkotás, hogy itt nél sem, ez csak a dúc, a klisé, hanem papírt préselünk rá, majd a papír lenyomat lesz a végső igen, termék, ezt megmutatom. Tetszik. Csodálatos. No, mennyire népszerű ez a technika? Én azt láttam, hogy mindenki rácsodálkozott Pákozdon. Igen, pedig annyira nem népszerűtlen, tehát ma is élnek remek és sokkal nagyobb nevű grafikusok, Szepesi Bélát, Gyulai Léviuszt, Pató Károlyt, és még sokakat tudnék említeni, akik ezzel foglalkoznak. Nyilvánvalóan a festészet az egy látványosabb műfaj, nem is beszélve a legújabb művészeti ágakról, az installációkról, a különféle digitális történetekről. Ha úgy tetszik, ez egy idejét múlt technika, és talán ezért jelent nagyobb újdonságot az egyszeri nézőnek, mert kevésbé találkozik vele. Ugye beszélgettünk a kiállításaidról, hogy folyamatosan tárlatokra jársz, gyűjteményes kiállítások és így tovább, mindig alkalomhoz, illetve pályázati kiírások alapján is számtalan lehetőség van erre. Hogy jut el hozzád a hír? Hiszen nyilvánvaló, hogy egyik oldalról erre fel kell készülni. Tehát kellő háttéranyaggal rendelkezel ahhoz, hogy az alkotásaid egy-egy helyen megjelenhessenek? Változó.
Ugye tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, akik rendszeresen küldenek pályázatokról hírleveleket, ahol értesülni lehet ezekről. Ugyanígy a Szolnoki Képzőművészi Társaság ugyancsak megkeresi tagjait pályázati felhívásokkal, illetve kiállításra való meghívásokkal. Ezek elsősorban, amikre az ember tud készülni, illetve hát a közben teszi a saját dolgait, amiket készíti a saját dolgait, amiket meg egyébként csinál, és sokszor szerencsésen a kettő összecseng. Ha manapság bármely kortárs tárlatra elmész, amelynek van egy adott koncepciója, témája, a műveknek viszonylag kis része az, ami ténylegesen és pontosan erre a dologra készült, hiszen ugye nem minden alkotó ér rá az adott pályázati kiírási idő alatt egy új műtárgyat létrehozni. Sokan azt csinálják, hogy na megnézzük, mi van az elmúlt 2-3 évben, hát szerintem ez oda passzol. Nyilvánvalóan, hogyha olyan a pályázati kiírás, ami egy szerencsésebb ilyen szempontból, vagy szándékoltan egy tágabb határt ad, akkor nem annyira kirívó a dolog, de van ilyen. Ugyanakkor rangkiállító művésznek lenni ebben a tárgykörben mindenképpen, hiszen teljes, nagyon széles a spektrum, én azt tapasztalom, és az igazán jók pedig az közfelkiáltással mondják arra, hogy jó, úgyhogy ez nem vitás. Mennyit időt tudsz rászánni most az alkotásra? Változó. Egy nap az sajnos csak 24 órából áll, és ugye egy fenékkel egy lovat lehet jól megülni, úgyhogy az ember próbál váltott lovakkal dolgozni. Nyilvánvalóan ugye ott van a napi munka, pedagógusként nem csak az órákat tartani, hanem azokra fel is kell készülni. Ott van a család, ahol 3 gyermeket, igazából a legnagyobb már önjáró, de 2 kell logisztikázni, edzés, iskola és egyéb, és egyéb. És hát a maradék időben igyekszik az ember ezzel is foglalkozni. Értem. Tehát készülsz minden napra. Igyekszem, igen. Mennyire népszerű a rajz a gyermekek körében mostanság? Szeretik, ez egy jó tantárgy. Egyrészt egy kikapcsolódás a többi tantárgy mellett. Másrészt azt látom, hogy jó dolog, egy kézműves dologgal foglalkozni, hiszen már a tanórákon is egyre inkább elterjedtek a digitális, illetve számítógépes technikák. Nagyon sok szöveget kell olvasni továbbra is, bár ugye egyre kevesebbet, hiszen a pedagógiában is egyre több képi információ található, amely már kevesebb olvasásra ösztönzi a gyermekeket, de ezzel együtt szeretnek, tehát tényleg a kezükkel rajzolni, dolgozni, festeni, tehát ez egy népszerű tantárgy, azt gondolom. Milyen terveid vannak, hol láthatjuk a műveidet legközelebb? Most, amire készülök, az a Szolnoki Képzőművészeti Társaságnak a kiállítása lesz Szolnokon, a festészetnapja alkalmából, és a festészetnapja rendezvény sorozatnak ez egy kiemelt rendezvénye szokott lenni, ez a Szolnoki kiállítás. Valamikor az ősszel, nyilván Szent Lukács napja táján, hiszen ő a festők védőszentje. Tehát otthonról az, ami egy kicsit. Így van, így van. No, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt gondolom, hogy érdemes volt beszélgetnünk, és hát bízom abban, hogy a székesfehérváriak is láthatnak az alkotásaidból a közeljövőben. Lesz ilyen? Most hirtelen nem készülök még erre, hiszen ugye most volt Pákozdon a aztán kiállítás, szólnak, előtte pedig a Gárdonyi Géza Művelődési Házban lehetett februárban megtekinteni egy viszonylag nagy gyűjteményes kiállításomat, de meglátjuk, mindenesetre érdeklődéssel várom, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Danka Attila volt, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola rajzpedagógusa, aki emellett egy nagyszerű kiállító művész. Köszönöm szépen a figyelmüket, figyelemmel kísérjük mi is továbbra is Danka Attila művészi pályafutását. Ezzel búcsúzom. Viszontlátásra! Viszontlátásra!